estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákból ma sem lesz hiány. Idén már 17. alkalommal szervezik meg a Csóri harci túrát. A következő percekben Madár Zsolttal arról fogunk beszélgetni, hogy milyen izgalmak, élmények és kihívások várnak azokra, akik jelentkeznek erre a megméretetésre. November 16-án lesz ez a harci túra. Mire lehet számítani? Hát reméljük, hogy jó időre. 18 kilométeres körülbelül a távolság, de lesz egy rövidebb szakasz, hogyha valaki csak ilyen kis családi túrát szeretne tenni, vagy rövidebbre vágyik, akkor egy kisebb kört is csinálunk. És harci túráról van szó, nem véletlenül ez a neve? Harci túra, azért, mert ilyen harci jellegű akadályok vannak beépítve az állomáspontokon. Íjászat, paintball, lövészet, airsoft, kézigránátdobás, természetesen nem igazi kézigránáttal. Nagyon sok érdekes feladatot szoktunk belevinni, ami még nem volt az előző években. Most például lesz sziklamászás is, és egy sebesültet ki kell menteni egy bunkerból, fejlámpával. A kisebb táv az körülbelül 12 kilométer lesz. Kiknek ajánlott egyébként ez a harci túra? Ez minden korosztály számára ajánlott. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 6 éves gyerektől, sőt valakit babakocsiba toltak tavaly, 76 éves bácsi a kutyájával is végigcsinálta. Valaki versenyezni jön, valaki pedig csak azért, hogy megismerje a Kelet-Bakony szépségeit. Kelet-Bakony, hogyha már említetted, akkor milyen érdekességekkel lehet majd találkozni útközben? Egy picit, hogyha a tájról és az útvonalról is, hogyha mesélnél nekünk. Igen, Csór nagyon jó helyen fekszik, a Kelet-Bakony lábánál. Délen Sárrét van, északon pedig a Bakonynak a legszebb kis völgyei, hegyei. Tulajdonképpen a réten is szoktuk a túrának egy részét csinálni, főleg amikor egyszer elöntötte a falu déli részét egy árvíz, körülbelül másfél méter tó alakult ki, akkor ott is voltak feladatok. Az északi oldalon pedig ezekbe a völgyekbe, ha bemegyünk, akkor már eleve akkor is szép kilátás van, de hogyha fölmegyünk az egyik oldalra, majd átmegyünk a másikra, nagyon szép, csodálatos dolgokat lehet látni. Mit ad tulajdonképpen ez a harci túra azoknak, akik jelentkeznek, és miként lehet jelentkezni erre? Hát ez valaki kihívásnak tekinti, versenyre, versenyszerűen megy, természetesen időre megy az egész. Van egy elektromos rendszerünk, amely mindenki kap egy ilyen kis csippet, és az állomás pontokon, ahogy behelyezi a csekkolóba, kis dobozba, akkor a túra végén a szervezési irodába bedugjuk egy számítógépbe, és kinyomtatja az eredményt, hogy ki, mikor, hol járt. A csapatokat díjazzuk elsősorban, egyéni eredményeket is azért külön figyelembe vesszük, főleg a korosztályhoz mérten, hogyha nagyon kicsi valaki, vagy az idős 76 éves bácsi, akiről beszéltem, annak is adtunk külön díjat. De egy csapatverseny, legalább 4 fős csapatokra számítunk, mert vannak olyan feladatok, amit csak 4 ember egyszerre tud megcsinálni. Ha többen vannak, nem olyan nagy probléma, mert ugyanúgy végig kell csinálni, csak ugye, ha minél többen vannak, annál több embernek kell átmenni mondjuk egy kúszó folyosó alatt, és ezzel is megy az idő, kicsit visszahúzó erőnek számít a 4 fölötti létszám. 17. alkalom. Milyenek az elmúlt évek tapasztalatai? Ez úgy indult, ez az egész, hogy én gyermekkoromban a akkori iskola igazgatóval tűzoltó versenyekre jártam. Ez a tűzoltó verseny kinőtte magát, járőrversenyekké, és különböző táborokba mentünk, egyhetes felkészítésekre, ahol mindig volt járőrverseny. Nekem 4 fiam van, a 2 legnagyobb fiam, mikor második, harmadikosok voltak, kérdeztem tőlük, hogy nektek szokott lenni ilyen járőrverseny? Hát mondták nem, hát bementem az iskolába, hát mondom,
hogy most nincsenek ilyen járőrversenyek? Hát az már kiment a divatból. És akkor gondoltam, hogy majd akkor csinálunk egyet. Ezt így megálmodtuk, és először csak a falu lakosságának, először csak a diákoknak próbáltuk, majd mikor a falu lakosságában több korosztály is jelentkezett, akkor úgy döntöttük, hogy kiterjesszük ezt nagyobb körbe. És elkezdtük hirdetni, de Szájhagyomány útján is megy, meg most már mindig a november 3. hétvégén csináljuk. Úgyhogy nagyon sokan tudnak róla, és már tavasszal kérdezik, hogy mikor lehet már jelentkezni. Miként álltak össze a feladatok? Minden évben ugyanazokon az akadályokon kell egyébként végigmenni? Nem. Direkt mindig változtatjuk a helyszíneket is. Ez egy tájékozódási verseny. Kapnak egy térképet és egy járőrlapot, és a térkép alapján kell megkeresni a következő állomáspontot. Felrakunk GPS koordinátákat is, de valaki például tájolóval és térképpel próbálja megkeresni a pontokat. Van egy olyan állomáspont is, ahol tájolót is kell használni, mert különben nem tudja végrehajtani azt a feladatot. Ez egy svéd pálya. Ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen kis tisztás, és a tisztás körül lévő fákra betűket rakunk fel, és azt tájolóval meg kell találni, hogy melyik betű milyen távolságra és hol van, és ebből ki kell rakni egy mozaik szót például. Akkor mi van egyébként, hogyha valaki túl extrémnek talál egy feladatot? Ki lehet hagyni a feladatot, természetesen az büntetés von maga után, valami más jellegű feladatot kell megcsinálni, amit meg is tud. Volt egy-két évben, amikor ezt átalakítottuk idővé, tehát úgy alakult ki a helyzet, hogy mintha több időt vett volna neki igénybe ez a feladat, és ezzel büntettük. De a legjobb az, hogyha ott a helyszínen kell egy másik büntető feladatot csinálni. Természetesen nem olyan nehéz az a feladat, de azért az időt elhúzza, hogy nehezebben lehet tovább tart megcsinálni, mint hogyha magát a feladatot csinálná meg. Kötélpályán történő áthaladás például az nem nagyon szokott menni az embereknek, főleg, hogyha nem csak egy sima lajhármászásról van szó, hanem még felfelé is kell mászni, vagy valaki például nem akar bemenni a bunkerbe, mert sötét van. Hogyha onnan ki kell menteni a sebesültet, majd azt ellátni, akkor volt már a példa, hogy valaki azt mondta, hogy jön emberbe menni, mert denevérek vannak a bunkerben. Hát hiszen nem minden nap csinálunk ilyen feladatokat. Igen, vannak érdekes helyek fent a Bakonyban egyébként, ilyen régi óvóhelyek, meg a turista utak, amik ki vannak jelölve, azok nem visznek el olyan helyekre, ami egyébként maga a csoda. És így a barátaimmal, akikkel folyamatosan járjuk a Kelet-Bakony, hát ők is egy, mi egy túraszakosztály vagyunk, és az egész országba túrázgatunk, de legfontosabb, hogy a kis falucskánk körül ismerjük a terepet. Össze szoktuk szedni a szemetet, karban tartjuk a környéket, minden évben csinálunk szemétszerést, mert csatlakozunk ilyen mozgalmakba, országos szintűekbe például. És akkor közben szoktátok kitalálni a helyeket is egyébként? Közben érdekes volt ezt azt csinálni. Igen, mindig, amikor elmegyünk kirándulni, mindig kialakul egy új ötlet, és azt be is szőjük a feladatba. Hát kicsit unalmas is lenne, hogyha minden évben ugyanaz a pálya lenne. Hát például a kisfiam, a Levi fiam, hat éves kora óta jár, és mindig első vagy második helyezést érnek el. Már tavaly, meg tavaly előtt már felnőtt nélkül mentek, most hatodikas. És felnőtt nélkül is jobban végig tudták csinálni, mint egy 17 éves csapat. Aki 17 éves, majdnem felnőttekből álló csapat, akik kifestik magukat, és terepszínű ruhába, kommandós felszerelésben megjelennek, majd adok nekik egy tájolót, és akkor elkezdenek nézni, hogy ez mi. Hát ezzel kell majd végighaladnotok. És ők meg el is tévedtek sokszor. Volt, akit terepjáró autóval kellett lehozni. De ez is a része a feladatnak, hogy valaki ezzel az élménnyel tér haza, hogy eltévedtem, de jó volt, izgalmas volt. Igazából ez is lehet, igen, egy pozitív élmény akár.
Igen. Mennyire lelkesek egyébként az emberek az ilyen harci túrák iránt? Hogy veszitek észre? Azt érdemes eljönni és megnézni, azt az izgalmat, ami ott a verseny előtt van. Most már próbáljuk mindig egy fél órába lefoglalni ott az embereket különböző mutatványokkal. Például tavaly egy középkori fegyverrel lehetett lőni, akkor lézerfegyverrel játszhatnak közben a gyerekek. Ugye az elejét még a regisztráció történik, hogy ne unatkozzanak, mert annyira izgul mindenki, hogy mennyit tehetek, mennyit ihatok előtte, mit vigyek magammal, mit ne vigyek magammal. Az a fél óra, ez egy nagyon, nekem ez a legszebb az egészben, meg amikor beérnek a célba. Na akkor tisztázzuk, mennyit szabad enni előtte, mit vihetnek magukkal, milyen állóképesség szükséges egyébként ehhez a túrához? Hát aki nagyon komolyan ezt végig versenyszerűen futva akarja végigcsinálni, az kösse fel a gatyáját, azt már előre mondom. Aki csak sétálni akar, az nagyon könnyen teljesíthető, mi többször is beszoktuk ezt járni, nem nagyon lehet elfáradni, de valaki tényleg futva akarja csinálni, az lihegve ér be a célba, az biztos, meg megszomjazva, kifáradva. Érdemes egy kis édességet, csokit vinni, ivóvizet, másfél-két litert körülbelül. Ugye őszies az idő, ilyenkor annyi folyadékra nincsen szükség az embernek. De volt már olyan feladat is például, hogy víztisztítást kellett csinálni egy állomáson. Ott megkaptak vizet, és akkor lehetett pótolni. Lesz frissítőpont, és meleg teát adunk ott előtte, az tényleg nagyon jól tud jönni így a túra előtt. Azt mindenki nagyon szokta élvezni. Fent, amikor beérnek, akkor mindenki azonnal a kezébe nyomunk egy meleg tálételt. Általában gulyás, de mindig változik, most valószínűleg nem gulyás lesz. És utána, amíg kiértékeljük az egészet, van idő egy kis pihenésre, beszélgetésre, nagy élménybeszámolókat lehet tartani, és elég nagy díjakat adunk át, érmeket, kupákat, serlegeket, okleveleket, és azt még jó tudni, hogy mi a bakancskoptatók lett ennek az eseménynek a kis rendező csapatnak a neve, amúgy a Csóri Csukások Természetjárva Egyesület vagyunk. De ez a bakancskoptatók, ez direkt erre harci túrára lett kitalálva, és van egy logója, amit rányomtattunk egy pólóra, a harci túra évszámos felirat van a póló hátán. Ezt most már nem azért adjuk, hogyha valaki megcsinálja, hanem opcionálisan lehet rendelni. Aki előre jelentkezik, a kiírásban található telefonszámon, ami a Bakancskoptatók nevű Facebook oldalon található meg. Ott előre kell szólni, hogy igényel valaki ilyen pólót és milyen méretben. Meddig lehet jelentkezni? A verseny előtt két nappal mi fogadjuk a jelentkezéseket, főleg az étkezés miatt. Mert tehát akkor november 14-ig, ugye? November 14-ig, igen. Későbbi jelentkezéseket is fogadunk, de nagyon fontos ugye az étkezés miatt, hogy hány főre főzünk. Most még bejön 5 vagy 10 fő, az talán még nem olyan veszélyes, mert rászámolunk azért. De volt már olyan, hogy megjelent 112 ember, és akkor egyszer csak megállt egy turistabusz, és kiszállt belőle 30 fő, hogy ők most akarnak jelentkezni. Na hát ott nem tudtuk, 5 embernek nem jutott étel, és ezért fontos, hogy legalább tudjuk azt, hogy hány főre kell főzni. Hát én bízom benne, hogy sikerült nagyon sok embernek meghozni a kedvét, és nagyon sokan fognak részt venni idén is ezen a harci túrán, és az időjárás is jó lesz. Az biztos. De ha nem jó, az se baj. Nos, tehát akkor 17. Csóri harci túra. November 16-án Csóron várják a kalandvágyókat. Újraélesztés, segítségnyújtás éles helyzetben vagy a mobiltelefonunk segítségével. Az újraélesztés világnapja kapcsán nyílt napra várták a gyerekeket a mentőállomáson, de a Kertalja utcában is voltak különféle programok. Folyamatosan érkezett riasztása a délelőtti órákban a fehérvári mentőkhöz szerdán. Az egyenruhások pillanatok alatt elindultak az adott helyszínre, és az árpádos fiatalok is jól tudják már, mennyire fontos a gyorsaság, hiszen az emberi élet akár perceken is múlhat.
Többek között erről is tanulhattak most. Szerintem egy ilyen nap ezzel lehet fontos, mert ezzel tényleg így mi is megláthatjuk, hogy esetleg hogy tudunk segíteni a bajba jutott embereken, hogyha olyan helyzetben vagyunk, és nem az, hogy megijedünk, és nem segítünk esetleg semmiben sem. Fontos ez, hiszen a baj hamar megtörténik. Egy átlagosnak induló nap reggeli kocogással, aztán egy éles fájdalom, merjünk cselekedni. Jól mutatja ezt a Rescue kisfilmje is. Az alapítvány kuratóriumi elnöke és egyben az Országos Mentőszolgálat regionális kommunikációs munkatársa arra hívja fel a figyelmet, bármikor, bárhol tudnunk kell gyorsan cselekedni. Ehhez hatékony segítséget nyújthat egy az okostelefonokra letölthető alkalmazás. Mi határozottan kihegyeztük ezt az újraélesztés világnapját arra, hogy iskolásokat, általános és középiskolásokat hívjunk el. Azért mondjuk, hogy ők a legfogékonyabbak, hiszen ők még gyerekek, és mint ilyen nagyon-nagyon érdekli őket minden új információ, és nagyon-nagyon szeretik ezt a nyílt mentőállomás eseményt, ezt már ugye több éve rendezzük meg, mindig nagyon jó tapasztalatokkal, és mindig nagyon jó feedbackekkel. Szeretik azt a fajta képzési programot, amit itt Klupács Péter bajtárs nyújt nekik, hiszen ő egy nagyon, nagyon jó tanár, és nagyon jól elő tudja adni ezt, amit mi szeretnénk megtanítani nekik. És ez, hogy gyakorolhatnak olyan babákon, ami mi is gyakoroljuk az újraélesztést, láthatják azokat az eszközöket, amikkel dolgozunk, illetve vetítünk nekik ugye folyamatosan egy ilyen kis filmet, amit készítettünk még a tavalyi évben. Nagyon-nagyon tetszik nekik, és nagyon-nagyon szeretik csinálni. Valamint azért a fiatalokhoz szól az is, hogy főleg, hogy tavaly óta elérhető ez a Safe City applikáció, ami ugye minden okostelefonra elérhető, és ez is egy kicsit így közelebb hoz minket ahhoz a generációhoz, akik már inkább így a telefonjukba bele vannak bújva, hiszen látják azt, kézzel fogják, hogy igenis itt egy applikáció, és ők is segíthetnek azáltal, hogy letöltik, és alkalmazzák, használják ezt az applikációt. Naponta több mint 10 ember hal meg Magyarországon hirtelen szívleállás miatt. Ennek során leáll a keringés, és csak akkor van esély a túlérésre, ha a segítség időben érkezik, majd a mentők megkezdhetik az újraélesztést. A mentőszolgálat igyekszik minél hamarabb odaérni, de sajnos a legnagyobb igyekezet mellett is igen ritka az, hogy mondjuk 5 percen belül odaérjen egy mentőautó a helyszínre. Márpedig percenként körülbelül 7-10%-kal csökken annak az esélye, hogy sikeres legyen az újraélesztés. Tehát, hogyha egy laikus ember tudunk megnyerni annak a célnak, hogy ő végezzen újraélesztést, miközben mondjuk szemtanulja ennek az összeesésnek, akkor sokkal, de sokkal jobbak az újraélesztésnek az esélyei. Jó, nyújtott karokkal. Az újraélesztés technikáját sajátítja el éppen az egyik érdeklődő. A Kertalja Origóban is készültek programmal a világnapon. Próbálunk gyakorlatorientáltan oktatni, tehát hogy a minimális elmélet azért szükséges ahhoz, hogy tudják, hogy mit is kell csinálni. Ugye a betegvizsgálattól elkezdve magát az újraélesztés technikáját, mellkaskompressziókat, lélegeztetést, és ehhez egy alapvető elméleti tudás kell. Az újraélesztés világnapjához kapcsolódóan a kormány.hu-n már olvasható, jövő évben 50 millió forintot biztosít az Emberi Erőforrások Minisztériuma az újraélesztés iskolai keretek között zajló oktatására. Ezt az egészségügyért felelős államtitkár kedden közölte. Gyerekektől zsongott még szombaton is az egyik székesfehérvári általános iskola udvara. Gulyáspartit tartottak a Vasváriban. 22 bográcsban rotyogtak az ételek a Vasvári udvarán. A szülők, diákok és tanárok az utolsó napsugarakat kihasználva együtt készítették a finomabbnál finomabb ételeket. Az egyik 5. A-osztályos tanuló édesanyja és csapata idén kétféle étellel készült a főzőversenyre. Egy bográcsgulyásra gondoltunk, és egy paprikás krumplira. Hát a bográcsgulyásunk az nem a hagyományos marhából készült bográcsgulyás lesz, hanem csak egy sertésből készül, de azért igyekeztünk minden alapanyagot beletenni, hogy finom legyen. És hát nyilván az összefogásban az erő, tehát akkor remélünk, hogy a jó hangulat is majd érződni fog benne, hogy is sikerül, vagyis hogy jól fog sikerülni ez a gulyás. Igyekeztünk többféle fával is aládolgozni, úgyhogy többféle füstől reméljük, hogy jobb aromákat is fogunk kapni.
Hogyan éli meg ezt a napot, hogy szülők és tanárok, diákok együtt főzhetnek? Ezt nagyon vártuk, már az elejétől kezdve a legelső gulyásparti alkalmával is részt vettünk, tehát mi mindig izgatottan várjuk, hogy éppen pont mit lehet majd csinálni, és hogy kik jönnek, hiszen ez egy nagyon jó csapatépítő program. Az elkészült étkeket szakértő zsűri értékelte, amelynél több szempontot is figyelembe vettek. De mint János mondja, a legfontosabb a jó hangulat. Csodálom ezt a társaságot, milyen sokan még nem voltak az elmúlt 3 év alatt, és külön köszönöm először is a tanároknak, hogy szabadnapjukat feláldozzák, hogy itt lehetnek. Köszönöm a családoknak, hogy gyerekekkel eljönnek végre mulatni, szabadon elveszik a mobiltelefonokat, a televízió előket, és olyan ételeket főzök, ami otthon nagymamáinkkal szoktuk a konyhában, amikor rossz idő volt, benn volt, segítsünk neki, hagymát pucolnak, zöldséget pucolnak, vágnak, darabolnak, kucsakat, és láthatják azt, hogy egy igazi családi főzés otthon, hogy kellene történni a mai napig is, még a panelházakban is. Mit főznek? Szabadon van választva mindenki. Az eddig kérdezettekre nem értem végig. Megpróbálnak más csinálni. Csinálnak paprikás krumplit egyszerűen, de csinálnak hatalmas munkával járó különböző ételeket is. Például, melyiket mondjam, ezt a velős pacalt kis here pörköltnek megfelelően. De nekem mindegy, amit csinálnak. Tehát mondtam, egy legyen biztos, hogy a tűzre vigyázzanak, és egymással. A tűz ott legyen közöttük. És nagyon jól látni ezt a hangulatot, ami ott van. És mi alapján történik a zsűrizés? Hát a zsűrizés a szolgálás alapján. Tehát elfogult vagyok nálam, az első helyzet lesz a legjobb. Úgyhogy meg lehet venni rá, úgyhogy semmi akadály nincs. Hogy mi alapján maga az hangulat, hány gyerek van egy asztalnál, nálam nagyon fontos. Nagyon fontos az, hogy milyen ízek vannak, a harmónia hozzá, különböző összetételek, a munkának a mennyisége, amit beletesznek, és a hangulat, ami hozzájárul, valamint az állalás. Az iskola tanulói mindig jól érzik magukat az efféle programokon, hiszen amellett, hogy finomakat ehetnek, ilyenkor a tanórákon kívül kötetlenül tölthetnek el egymással egy feledhetetlen napot. Az, hogy barátaimmal lehetek, meg hogy gulyást teszünk. És amellett még mit csináltok ma itt? Játszunk. Hogy érzed ma itt magad? Mi az, ami a legjobban tetszik? Hát, a bográcsozás. Kivel érkeztél? Anyukámmal és a nevelőapámmal. Mit főztök a bográcsban? Gulyást és paprikás krumplit. Mennyire élvezed ezeket a programokat? Eléggé. Az általános iskola már 3. éve szervezte meg a vasvári gulyáspartit és családi napot. Az intézmény fontosnak tartotta, hogy az alapítványi bál mellett másik közösségépítő programot is szervezzenek a családoknak. Azzal, hogy a szülők itt vannak, azzal támogatják az iskolai alapítványt és az itt folyó munkát, hiszen minden egyes bogrács az vasvári helypénzzel jár, de ezt a szülőkkel közösen találtuk ki, és abszolút pozitív gondolatként most már hagyományjá vált az iskola életében. És pontosan hogy is néz ki ez a nap, amellett, hogy készülnek az ételek a bográcsokban? Mindenféleképpen fontos az, hogy családi napról beszélünk, ami annyit jelent, hogy tényleg benépesült az iskola udvara, de az iskola épülete is. Szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy a tisztelt szülők a szabad idejüket áldozzák erre, amennyiben a közösségépítés és a gyermekünkért tenni akarás az áldozatot jelent, ugyanígy a kollégáim is a szabad idejüket töltik itt, és a gyerekek foglalkoztatására az idén a Széna Egyesület segítségével külön forgószínpad szerűen nagyon színvonalas és érdekes programokat sikerült szervezni. Magyarul, hogyha egy gyermek nem az anya, apa és a bográcsozók körében akarja tenni a dolgát, vagy ott érzi jól magát, akkor nagyon sokféle tevékenységet folytat. A főzés mellett többek között kézműveskedhettek a gyerkőcök, bepillanthattak a tűzoltóautóba, valamint próbára tehették ügyességüket is. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Én pedig jövő héten a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!